A régi időket idézte a tábor, két hetet csináltunk, mindig ez a hagyomány, hogy az iskolai évzárok utáni két hét, tehát június utolsó két hetébe. Most már mondhatjuk, hogy az is hagyomány, hogy egyszerre több helyszínen van, hiszen a hagyományos helyszín itt a Kossuth gimnázium mellett, Ökrös Tamás vezetésével a Kiskossuthban is táboroztak a gyerekek. A két helyszínen 100-100 gyerek táborozott mind a két héten, úgyhogy hatalmas létszám volt. A Kiskossuthban 35 fő, itt pedig 65 fő volt, aki a táborban részt vett. Nagy rész fiúk, de rengeteg lány is volt a táborban. Elsősorban 6 és 14 év közötti, tehát úgymond a Civis Kosárlabda Klubnak a saját korosztálya. Hát a program az a már jól bevett program. Egyszerre szerettük volna a gyerekeket úgymond a kosárlabda terén is fejleszteni, úgyhogy heti 8 edzésen vettek részt. Az edzések mellett viszont odafigyeltünk a megfelelő pihenőre, illetve a különböző kiegészítő programokra, így mindenféle játékos feladatok vártak rájuk, valamint két alkalommal kedden és csütörtökön délelőtt a Nagy Erdőn voltunk. Itt a szabadtéri pályákat vettük igénybe a sportcentrumba, valamint kedden és pénteken is 10 órától egy másfél óra élményfürdő is jutott az akvatikumba. Ez azért nagyon jól esett a gyerekeknek, nagyon élvezték a vizet, a csúszdázást, illetve azért az edzések között jól esett a gyerekek izmainak, testének és egy kis feltöltődés. Gyerekeknek is elmondtuk, hogy egyrészt nagyon sokat tudnak fejlődni, hiszen ezek a gyerekek elsősorban heti 2-3 edzéssel dolgoznak az év során. Itt majdnem egy havi edzés számot lehet produkálni egy hét alatt, valamint nagyon sok olyan gyerek is jön a táborba, aki még nem kosárlabdázik sem iskolai szinten, sem egyesületi szinten, úgyhogy ilyenkor a táborok során mindig 8-10 új kosarast is szerzünk, akik a augusztus végén, közepén kezdődő edzéseken már a egyesület tagjaival várnak.